Erőt, egészséget! Üdvözlök mindenkit! A mai órán két leckét igyekszünk földolgozni, a 35-ös és a 36-os leckét, a 165. oldalon kezdődve. A határon túli, illetve a Kárpát-medencén túli magyarság sorsával ismerkedünk meg. Ehhez töltsük le a mackok3.net.hu e-mail címről, a 8. évfolyamos digitális anyagok közül az ezzel kapcsolatos diát, magyarországi nemzetiségek, határon túli magyarság. Ha sikerült, nyissuk meg, mai nap folyamán a 6-os, 7-es, 8-as, 9-es, 10-es diára lesz majd szükségünk. Vizsgáljuk meg, hogy hogyan kerültek magyarok a Kárpát-medencébe a határainkon túlra. Ez tulajdonképpen az 1920-as trianoni békének köszönhető, amikor Magyarország területének kétharmad részét elveszítette. Felvidék és Kárpátalja, Csehszlovákiához, Szepesi Sárva egy része Lengyelországhoz, Erdély nagy része Romániához, kisebb része Jugoszláviához, Bácska-Bánát délvidék és a Mura köz Jugoszláviához került, Fiume Olaszországhoz és az Őrvidék Ausztriához. Magyarország elveszítette területének kétharmad részét, ezzel együtt 3.219.000 magyar került a határokon túlra, az elcsatolt területek 30%-a, tehát magyar lakosságú volt. Nézzük meg, hogy milyen körülmények között laktak ezek a magyarok a Kárpát-medencébe, és hogyan kerültek a határokon túlra. Válaszért majd kattintsunk az országra. A Csehszlovákiában élő felvidéki magyarokat 1949 után a korábbihoz képest finomabb eszközökkel szorították háttérbe. Igyekeztek felszámolni a magyar iskolákat, a közigazgatást úgy módosították, például települések összevonásával, a járások határainak megváltoztatásával, hogy a magyarok szinte mindenütt kisebbségbe kerüljenek. Romániában 1960-ban átalakították a magyar autonóm tartományt, majd 1968-ban megszüntették. A magyarság helyzete jelentősen romlott, miután Nicolae Ceausescu került hatalomra 1965-ben. A román nacionalizmusra építő kommunista diktátor idején sok magyar iskolát bezártak, a kolozsvári magyar egyetemet beolvasztották a románba. A magyarokat igyekeztek a román lakta vidékek munkába állítani, így a magyarok közé, főleg a városokba a románokat telepítettek. A magyarokra nagyon veszélyes településrendezési tervet dolgoztak ki 1988-ban, azt azonban már nem sikerült megvalósítani. A terv lényege, hogy a 3000-3500 lakosság kisebb falvakat megszüntetik, ez volt az úgynevezett falurombolás, és lakóikat összetelepítik úgynevezett agráripari központokba. Így akarták a termőföldet nyerni és a munkaerőt egy helyre összpontosítani. A valódi cél azonban az volt, hogy az ellátás terén az emberek még inkább rászoruljanak az államra, és egy tömbben lakó magyarságot szételepítsék. A legkevesebb joga a Kárpátalján rendelkezett a magyar közösség, míg a legkedvezőbb helyzet a délvidéken volt. Az itteni magyarok széleskörű nyelvi és kulturális jogokkal rendelkeztek a jugoszláv államba, illetve a Szerbián belüli vajdaságban. A beolvasztás legeredményesebb az ausztriai Burgenlandban, Őrvidék vagy Várvidék volt, ahol ma már szinte csak szorvány magyarság található, velük a Kádár korszakban szinte minden kapcsolat megszakadt, hiszen vasfüggöny túloldalán éltek. Akkor most próbáljuk megválaszolni a kérdéseket. Hogyan éltek Csehszlovákiába az oda került nemzetiségként a magyarok? Ugye itt felszámolják a magyar iskolákat, megpróbálják átalakítani a közigazgatást úgy, hogy az a magyarok számára kedvezőtlen legyen, illetve településeket vonnak össze, hogy a magyarok kisebbségbe kerüljenek. Romániában a magyar autóutam tartományt felszámolják, Ceausescu belekezd a falurombolás tervébe, iskola és egyetem bezárásokat végeznek az Ceausescu hatalma idején, illetve románokat telepítenek be magyarok lakta területre. Ausztriában, Burgenlandba az asszimiláció, a beolvadás jellemző, már csak szorvány magyarság található ott. A Kádár korszak idején velük szinte alig tartották a kapcsolatok. Ukrajnába és Jugoszláviába, a Kárpátalján ugye volt a legkevesebb joguk, délvidéken Jugoszláviába volt viszonylag a legjobb és leginkább jó nyelvi kulturális jogokat kaptak a magyarok. A rendszerváltás után változik a kormánynak az álláspontja is a
határokon túli magyarsággal kapcsolatosan, beindítják a Duna televíziót 1992-ben, amely magyar adásokat szól, és magyaroknak szóló adásokat rendez tulajdonképpen a határon túli magyarok számára. Elfogadják a kedvezménytörvényt, a kedvezménytörvény lehetőséget biztosít a magyar igazolvány kiváltására, és ezzel bizonyos Magyarországon érvényes kedvezmények, utazási kedvezmények igénybevételével. Elfogadják a honosítási törvényt, amely lehetővé teszi a kettős állampolgárságot és a magyar állampolgárság felvételét, és ezzel tulajdonképpen lehetőséget biztosít a szavazati jogra, hogy a határokon túl élő magyarok is szavazzanak az országgyűlési választásokon. A rendszerváltást követően egyre inkább a határokon túl élő magyarok is pártokat alakítanak, az legnagyobbak talán az RMDSZ, a Romániai Magyarok Demokratikus Szervezete és a Magyar Közösség Pártja Szlovákiában. Aztán a magyarok és a magyarokat valamilyen szinten érik különösen atrocitások a délszláv háborúban is. A Vajdaságban nagyon sok embernek kell elmenekülnie a háborúk következtébe. Napjaink egyik égető problémája az ukrán nyelvtörvény, amely során magyarok, az ott élő magyaroktól is megpróbálják elvenni azt a jogot, hogy magyarul tanulhassák, tehát anyanyelveken tanulhassanak az iskolákban. A határokon túl, a határainkon túl, hogyha megnézzük, összesen és összeadjuk ezeket a számokat, körülbelül 15-16 millió magyar él. Visszakapcsolunk. Ide beleértve az anyaország, a Kárpát-medencei magyarokat is, az azon túli népességet is. Látjuk, hogy viszonylag nagy létszámban élnek az amerikai kontinensen, magyarok Kanadába és az Amerikai Egyesült Államokba. Ezek közül sokan már asszimilálódtak, nem is beszélik a magyar nyelvet, de magyar származásúak, és őrzik a magyar származásukat. Viszonylag jelentős számú magyarság él Európába, és ide igazán még nem számoljuk be azokat az embereket, akik kint dolgoznak. Hogy hogyan kerültek ezek a magyarok a Kárpát-medencén túlra, nagyobb kivándorlási hullámok voltak jellemzőek a 20. században. A 19.-20. század fordulóján jelentős munkanélküliség és a rossz életkörülmények között menekültek nagyon sokan Amerikába. Ugye József Attilának a Hazám című verse is kitándorgott Amerikában 1,5 millió emberünk. A Trianon utáni helyzet kapcsán többen települtek át Magyarországra a határon túlról, de legalább ugyanannyian távoztak is Magyarországról. A második világháború előtt, alatt és után több magyar, és a Hóti korszak végén több magyar vándorolt ki hazánkból, főleg a zsidóüldözések miatt. Az 1956-os forradalom levelése után, ugye tanultuk, hogy nagy számban hagyják el hazánkat azok, akik részt vettek valamilyen módon az 56-os felkelésben. A Kádár korszakban próbáltak menekülni a jobb életreményében nyugatra, és az Európai Unióhoz csatlakozás követően a külföldi munkavállalóknak a száma nagyon nagy mértékben megnőtt. Határainkon és a Kárpát-medencén túli magyarság is van. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy nagyon sok magyar származású ember kapott már Nobel-díjat. Ebben az exkluzív névsorban nincs is még benne Neumann János, akit a számítógép atyának is szoktak nevezni, aki kidolgozza a Neumann elveket. Szilárd Leó, akinek a tanácsára megindítják a Manhattan termet és az atomfegyvernek az előállítását. Teller Ede, aki a hidrogénbomba gyártásába szerzett elévülhetetlen érdemeket. És Bíró Zoltán, aki feltalálta a golyóstollat, amivel ma is írunk, amelyet Dél-Amerikában egyszerűen csak Bírónak hívnak. Hát körülbelül ennyiről szólna ez a két lecke. A leckének az elsajátításához kívánok nagyon